Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Észak-amerikai LCS, azaz este 11-kor kezdünk. Negyedik hét első játéknap, és egy kicsit beszélgessünk akkor egyrészt az állásokról, a másrészt, hogy milyen mérkőzések várnak ránk ma, és itt lesz velem az első meccsen Knax, elemző kollégánk, és egy igazi európai szupersztár, de most nem Darcik, hanem Livius lesz még velünk ma egész este, úgyhogy így hármasban, édes hármasban majd az amerikai LCS első játék napját, mármint a negyedik hétnek fogjuk játszani. Szervusz, Knax! Szervusz, kedves Buci, én is üdvözlöm a kedves és a nem annyira kedves nézőket is. Hát valóban... Vannak ilyenek? Én nem tudok róla. Titokban, elbújva, úgy még talán vannak. Talán aki ránéz a mai mérkőzésekre, azt mondja, hogy hát itt nem biztos, hogy olyan sok izgalmunk lesz, de én azt mondom, hogy lesz. Jó, akkor kezdjük gyorsan egy táblázattal, vagy legalábbis egy tabellával. Egyébként a tabella NA parancsal, illetve a tabella EU parancsal mindig követhetitek, hogy éppen hogy állnak a csapatok, illetve van EBL-es tabellánk is, úgyhogy mindenképpen ezeket meg tudjátok nézni. Alapvetően ugye az első helyen hármas holtverseny van, egy Fox, egy Cloud9, illetve egy Team Liquiddel. Ez ugye ma meg fog dőlni, mert a második meccsen pont a Team Liquid, illetve a Cloud9 fog játszani. Ők ugye 5-1-es statisztikával állnak. A második helyre szorult vissza a 100 Thieves 4-2-vel, TSM, illetve CLG a múlt heti jó teljesítménynek köszönhetően 3-3-mal ugye szintén holtversenyben állnak a tabella kvázi harmadik dobogóján, alattuk pedig az alsóház, vagy egy kicsit lemaradottabbak, ugye a Clutch Gaming, illetve a FlyQuest 2-4-jel, illetve a tényleg hátulról kullogók, akik nem mások, mint szegény Optic Gaming, illetve szegény Golden Guardians. Optic Gamingnek azért már van egy nyertes meccse, míg a Golden Guardians hát 0-6-tal áll, és nem hinném, hogy ma az Echo Fox ellen fogja megszerezni az első pontot. Na de ha megszerzik, az milyen minőségi első mondjuk, pont lesz azért? Van. A világ legnagyobb meglepetése lesz, de hát ki tudja, hát ha összejön nekik. Valóban azért az Optic Gaming egy ötje is csalóka. Azt hiszem, ezt minden egyes nap elmondjuk, mert tényleg így van, tényleg játszanak, jól tartják magukat, csak valahogy sose jön össze. Előbb-utóbb hát, ha összejön. Na viszont a második mérkőzés, amit te is kiemeltél, egy 90 perces végre neki kiélezett mérkőzés vár ránk szerintem, amelyet bármelyik megnyerheti. Így van, nagyon nehéz Liquid, illetve Cloud9, hogy hova teszi le az ember a voksát. Alapvetően itt, hogyha mondjuk elkezdenénk ösvényről ösvényre járkálni, felső ösvényen, de egy ex-Cloud9-os, egy ex-világbajnok, egy hihetetlen erős játékos Impact, egy újonccal szemben, aki számomra egyébként még így az első felébe járván a szezonnak, nekem ő a kedvenc újoncom. Tehát, hogyha én most rukit választhatnék, hogy ki az év rukija, akkor az a Cloud9 topposa, azaz Licorice lenne, a kis medvecukor. Szegény Arvia, hogyha hallgat minket, ő nem szereti a medvecukrot, és ezért bármikor, amikor Cloud9 mérkőzés van, akkor lenémítja a streamet, hogy ne hallja még a medvecukornak a létét sem. Tehát én őt gondolnám egy nagyon ügyes és feltörekvő srácnak, de nagyon nehéz dolga lesz Impact-tel szemben, míg a dzsungelben azért két veterán, Svenskren, illetve Exmity, ott mit vársz? Szerintem amúgy így a párharcokat nézve ez a dzsungel talán a legkiegyenlítettebb, meg a középső ösvény, de arról majd picit később. Svenskeren azt mondom, hogy másod virágzását éli jelenleg itt a Cloud9-ba, de nem csak ő, az egész csapatnak jól megy. Idén eddig Exmity, meg Exmity ő is remekül játszik az egész szezonban. Eddig ő az, aki behozza nekünk Gragaszt is, hogyha úgy adódik, és jól is tud vele teljesíteni. És amúgy visszatérve a felső ösvényre, azért én ezt most Impactnek adnám, bár Likor is valóban nagyon jól játszik. Talán a múlt héten egy mérkőzés volt, ami nem annyira volt az övé, azon kívül viszont hát volt, hogy egyedül lehozta a meccset a csapata számára. Nagyon jól játszik tényleg, odaadhatjuk neki, hogy egyedül ő a legjobb újonc, talán, bár sajnos ez nem rajtunk múlik, de azért szerintem ez most Impact. Úgyhogy ez még lesz csak a második meccs, már mint Team Liquid, illetve a Cloud9, talán ez lesz a mai meccs fény, vagy a mai nap fénypontja, ez lesz talán az egyik olyan mérkőzés, amit szerintem mindenki vár, tehát a hét mérkőzése is lehetne. Talán, de mivel kezdünk, TSM, illetve Clutch Gaming, mit tud csinálni a Clutch Gaming, hol tudja megfogni azt a TSM-et, akik igaz, rosszul kezdtek, mármint a szezont elég rosszul kezdték, viszont én azt láttam már múlt héten, hogy mind Mike Young-nak jobban működik a játék, jobb a kommunikáció, mint pedig például Hauncer is elkezdett igazán carryzni. Hát Hauncertől, bocsánat, el kell venni a Gangplanket, ez szerintem biztos.
vele eddig csak győzedelmeskedni tudott, és valóban Mike Young is, de ez az egész csapatra is igaz, hogy hatalmas fejlődésen mentek át, az első, azt mondom, hogy az első hét után, de azért még a másodikba is akadozott a gépezet. Ha úgy játszanak, mint a múlt héten, akkor szerintem a Clutch Gamingnek itt nem lesz nagyon sok keresni valója, viszont azért az a Febiven-Bjergsen párharc szerintem elég pikáns lehet. Uh-huh. Febiven, ha tudja hozni azt a formát, amit tud, akkor szerintem bizony fel tudja venni a versenyt talán Bjergsennel, akár persze ez kell egy kis lírai segítség is a számára. Uh-huh. És ez fontos, hogy hova fogják a fókuszt a dzsungelesek helyezni például ezen a mérkőzésen? Hogyha tényleg elveszik Hauncertől a Gangplanket, akkor szerintem lehet hagyni a felsősvényt, vagy szabadjára lehet hagyni. Azért Szóló is megmutatta már, hogy képes ő is eléggé komoly ráhatással lenni a játékra, és például ő is egy Gangplanket tudott nagyon durván sebezni például. Tehát ha nem is tiltják ki, akkor lehet, hogy érdemesebb elhozni minél gyorsabban ezt a hőst. Szerintem amúgy ki lesz tiltva, valóban, ahogy te is mondtad, mind a kették nagyon jól játszik vele. Szóval Hauncernek azért például egy Vladimirje is volt, ami nagyon erős. Persze Szóló is nyilván tud még rengeteg karakterrel úgy játszani, ami kell erre a mérkőzésre. Valóban a Gangplanket én a tiltó listára várnám. Meglátjuk, hogy mit tudnak akkor hozni ezen kívül. Pedig amúgy múlt héten már, hogy úgy mondjam, az volt a meta, hogy a középső ösvényeseket megtépázzuk a tiltásokkal. Igen, akkor, amikor 8-9 tiltás is volt akár. Egy mérkőzésen a középső ösvényre, hát akkor jöhet Bjergsen tália. Illetve pont, hogy vasárnap az 50 összes tiltásból 25 középső ösvényre érkezett, tehát fele a kitildott hősöknek midre jött, ami szerintem egy nagyon nagy szám. És azért szombaton jóval kevesebb volt ez, tehát látszik az, hogy Észak-Amerikában tényleg nagyon erős középső ösvényesek vannak. No, de menjünk tovább a mai nappal, ugye mondtuk már, hogy TSM Clutch Gaming lesz az első, a második a Team Liquid, illetve a Cloud9, ezt követően pedig Optic Gaming CLG, az a CLG, aki hasonlóan a TSM-hez, ők is 2-0-áztak a múlt héten, méghozzá komoly eredményekkel is. Én azt gondolom, hogy itt is kezd összeállni az az ötös, kezd működni Biofrostnak a sátkolja, és igenis a CLG is talán mostantól egy komoly top csapatnak lesz a szurkolók, de várták már, hogy hol van az a CLG. Aha, hát szerintem megérkezett teljes mértékben. Valóban a múlt héten ők is 2-0-áztak, és az egyik ráadásul pont, hogy a Fox ellen sikerült győzelmet szerezniük. Igen, közben amúgy nem, ti nem láttátok, hogy a külföldi kaszterek kiknek adták a mérkőzéseket. Hát mind a ketten a CLG-nek, én erre rá tudok plusz egyezni. Uh-huh. Jó az Optic Gaming, jó, de ez a CLG szerintem ez most jobb. Negyedik mérkőzésünk 100 Thieves, illetve FlyQuest. Picit szerintem csalóka a FlyQuestnek az a 2-4-es statisztikája. Persze nyertek mérkőzéseket, de nem biztos, hogy a legerősebb ellenfelek voltak, mármint ellenük. És azért egy 100 Thieves mégiscsak ott lohol jóformán az elsők mögött, egy meccsel lemaradva tényleg a top 3-tól. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mire lesz képes a FlyQuest, ahol azért még mindig azt gondolom, hogy dzsungel problémák vannak, tehát Andy, illetve Shrimp szerintem még egyik sem vált be tökéletesen a FlyQuestnek, és kérdés például, hogy Vitertől tudja ténylegesen teknőc hátán vinni a csapatot, és még talán róla beszélgettünk annó, hogy ha sok a lövésztiltás, akkor most azért még 8.2-ben járunk, akár egy jó jinxet is elhozhatna. Így van, a FlyQuest az a csapat a TSM, illetve a CLG-vel ellentétesen, aki meg jól kezdett, és onnantól jön a mélyrepülés. Jelenleg ugye 2-4-jel állnak, és valóban ez csalóka. Nem tudom, hogy mit mondjak, hogy őszinte legyek. Nem sok csodát várok szegény FlyQuest-től. Ebben a helyzetben a 100 Thieves igaz hibázott a múlt héten, de még mindig nagyon meggyőző a játékuk, eléggé ott vannak, ahol lenniük kell. Afromóra rá kell téteni a Braumot. Ez biztos. Vele csak győzedelmeskedni tudott eddig, azt kell, hogy mondjam. És hát igen, ahogy a képen is láthatjuk amúgy, Márti nem, ez még az első mérkőzés egy utalás, hogy a Clutch Gaming úgy fog nyerni, hogyha megnyeri a játék korai szakaszát. Meglátjuk, hogy ez sikerül nekik. A TSM nagyon erős abban, elég nagy aranyelőnyük van már 15 percnél. Nem tudom. Az utolsó meccsről pedig szerintem nincs sok mindent, vagy nem tudunk igazából sok mindent beszélni. Echo Fox, illetve Golden Guardians. Easy Golden Guardians. Itt bizony sajnos, ameddig a Golden Guardians nem szedi össze magát, és itt most mind az öt játékosra gondolok, addig nem hinném, hogy egy Echo Fox ellen lenne bármiféle keresni valójuk. Az Echo Fox hihetetlen komolyan kezdte a szezont. Egy picit meglepett ez, mármint olyan szinten, hogy
számoltam velük, mint jó csapat, de hogy ennyire durván jól játszanak, ennyire jól működjön tényleg a szinergia, akár Dárdák és Huni között, mm-hmm. akár Dárdák és Phoenix között, jó a botlén is, abszolút működik az egész csapat úgy, ahogy Altek, Adrien, nagyon régóta együtt játszanak, tehát ez egy nagyon jó és egy nagyon erős Fox lett, egyetlen egy hibájuk van szerintem, hogyha lenézik a Golden Guardians-t, és nem készülnek úgy arra a meccsre, mint mondjuk akár egy TSM ellen, vagy akár egy Team Liquid ellen. Így van, aztán a CLG ellen is elkövették ezt a évet. Hát ez a CLG, ez most gyenge, nem kell annyira komolyan venni, hát de komolyan kellett volna. Valóban, hát Dárdok nálam például körülbelül az év játékosa egyenlőre. Kezdeményezései fantasztikusak mindig, és nagyon jól minden ösvényt ki tud segíteni, amikor szüksége van rá, huni. Ugyebár el fogja hozni a Lucian simán topra, és aztán menni fog előre, de azért én azt mondom, hogy a Golden Guardians ezt meg tudja nyerni. Jó. Ez mondjuk valószínűleg csak olyan 3 óra környékén fog megtörténni, mármint hogy a meccs elindul, viszont az első mérkőzésünknek a választási és tiltási fázisába csöppenünk be. TSM, illetve Clutch Gaming, megjött a hangunk is, tökéletes. TSM kék oldalon, Clutch Gaming piros oldalon játszik, és jöhetnek a tiltások, és ahogy már egy picit előre vetítettük, várhatjuk akár a középső ösvényre azokat a hősöket, amikkel nem szeretnék, hogy se Bjergsen, se pedig Febiven. Na de nézzük, hogy a Gangplank megérkezik-e. Van így az első körben, ha nem, lehet, hogy nagyon hamar le kéne rácsapni mind a két csapatnak. Meglátjuk, hogy alakul. A harmadik tiltásunk egy Gálió. És aztán egy Tália, hát ebből érzem múlt heti teljesítmény után, ez nem feltétlenül megkérdőjelezhető, én azt mondom, és hát középső ösvény, megtépázva rendesen, de például azért még benn van. Kell is egyébként a Tália tiltás, Észak-Amerika Tália hazája, ha lehet ezt így mondani, hihetetlen sokat választják ezt a hőst, az azért, amit vártál pedig végül a Clutch Gaming tiltja ki, így viszont Mike Youngnak adnak egy jó kezdeményezési lehetőséget, nem mással, mint Sejuanival. Viszont így bennmaradt a Gangplank. Kérdés az, hogy elhozzák ki az első 6 választás alatt, vagy nem, mert akkor még mindig lehet majd reagálni a tiltásokkal. Hoppá. De Szóló azt mondja, hogy nem adjuk oda Hauntzernek. Na kíváncsi vagyok, hogy az Ezreal meg fog érkezni Apollo kezei közé. Az európai kiruccanásomból tanulva azt mondom, hogy ez bizony egy nagy hiba, mert már nem annyira erős a kleptománia féle gyengítés után. És miről beszéltünk, hogy akkor a Clutch Gaming nyerje meg a játékkorai szakaszát? Hát azt egy Ezreal-rel nem biztos, főleg az Ezreal gyengítés után nem biztos, hogy te fogod vinni a játékkorai szakaszát. Idő hát bőven kell mind az Ezreal-nek, mind a Gangplanknek. Hoppá! És egy Syndra középső ösvény Bjergsennél ikonikus választás. Élete első pentája, ugye Syndrával volt már, mint profi szénában Bjergsennek, akkor még Európában játszott. Az se lenne rossz. Febiven nagyon adnám. De az a Leblanc se, amit mutatott az előbb, azért a Febiven Leblanc is igencsak erős. Na lássuk. És a Febiven Zed is nagyon erős. Hozd el. Egyet értek a közönséggel teljes mértékben. Szóhoz se jutok ez a csalódás. De hát nyilván Korkit kellett hozni, azért ő egy nagy visszatérő. Mostanában így a középső ösvényre. Hát főleg ennyi tiltás után. Tehát így azért... is van. És múlt héten látunk is már jó párat belőle, azért például Pobelternél az igencsak erős volt, amikor a 26. percben 4-5 tárgya volt már. Bizony ki tudja nőni magát. És bizony Korkival azért lehet hozni a játékkal egy szakaszát, hogyha kap egy-két jó gyilkosságot, vagy legalábbis hátráltatják Bjergsent az ösvényen, ami nagyon nehéz, mert ő azért, ha nem is kerizik mondjuk éppenséggel, akkor is az ösvény fázisait általában nagyon-nagyon erősen tudja megjátszani. És bizony kell egy olyan tiltás, itt gondolok a Zekre, aki szintén lehetne egy nagyon jó választás Lira kezei közé, mutatta már meg az úriember, hogy milyen remek Zek játékos olyan helyekről tudott kezdeményezni, bepattanni, amire nem sokan számítottak, míg ugye lövészeket tiltottak le. Igen, és ami érdekes amúgy, hogy a támogatók azok határozottan átjutnak ezen a rostán jelen pillanatban. Azért itt már szokott lenni egy-két kis Braum, Tamkencs, Alistar tiltás esetleg, de most egyik sincs kitiltva. Bizony a tankosabb támogatók megérkezhetnek az idézők szurdokába ezen a mérkőzésen. És a Clutch Gamingnek kell is tank. Tehát azért egy Gangplank, egy Ezreal, illetve egy Korki is. Hát maradjunk annyiban, hogy veszélyes. És hogyha már beszéltünk Jinxről, akkor
Nem biztos, hogy Vájtörtölig kell várnunk, lehet, hogy Sven elhozza. Végül is ő is a TSM-be volt, szóval így nagyjából rendben vagyunk. Viszont inkább vált szájára, egy Rakan. Szájára. Hát még az is lehet belőle. Rakan teljesen nyitott. A tankosságuk már megvan. Így van. Kérdéses, hogy a Braum támogató ellen mennyire lesz jó ezek Szájár Rakan páros? Hát közeledik a Valentin nap, hogy a Szájár Rakan páros azt most már érthető. Még nincs meg az a hős kinézet nekik, azt hiszem. Majd most fog jönni valamikor. Persze lehet, hogy ők már elhozhatják. Hát a szerelem páros, hát az mindenképpen egy jó dolog lehet. És megint ott tartunk, hogy egy Szájár Rakan a játék korai szakaszában is tud már domináns lenni a saját ösvényén. Nagyon kell vigyáznia Apollónak, illetve Hakuhónak. Skarnerre jön közben Lyra. Hát mi maradt igazából a tankos dzsungelesek között? Nem egy Voliber. Északi front, mi? Na mindegy. Tehát, hogy nem egy Exmiti, hogy Gragaszt hozzon, tiltva pedig ki volt mind a Zek, mint pedig a Jarván. Az a Jarván, aki hihetetlenül rosszul szerepel Észak-Amerikában. Nagyon sokszor választják, viszont az, hogy 15% a győzelmi rátája, az maradjunk annyiba, hogy hát nagyon-nagyon igen, hogy ez egy érdekes különbség Amerika, illetve Európa között. Ez a Jarván, ha már így felhoztuk. Na meglátjuk, hogy ez a Skarner hogy fog működni Lyra kezé között. Tehát a tankosságra mindenképpen szükségük volt, ez pedig benne tökéletesen megvan. Illetve így bizony kialakult egy kétlövészes kompozíció a Clutch Gaming oldalán. Ez ha sokáig elhúzódik, akkor bizony célpontok tekintetében igen, csak jóra fordulhat majd az ő részükről, hát meglátjuk. Szájár Rakant, hogy nem annyira sűrűn látunk mostanában, főleg Amerikában. Meg nem is nagyon volt szerintem idén. És ugye az a nehéz, hogy most vannak jobb választások, tehát hogy ők azért szerintem bekerültek a tier 2-es kalapba, hogy nem feltétlen elsőként hozod el ezt a párosítást, és ezzel látjuk, hogy a lövésztiltások után kit hoztál volna még azért... a Jinx. Hát de nem csak Kogmó is jöhetett volna. És Sven szokott is vele játszani. Egy Kogmó tamként ugyanúgy bemaradt. Így van. Vagy Kogmó még Alisztárral is jöhetett volna. Ő is átcsúszott, de hát mindegy, Szájár Rakan lett nekünk. Igen, csak mondjuk a Kogmóval megint csak az lett volna talán egy picit a baj a TSM részéről, hogy akkor ők már az alsó ösvényt is teljesen a játék későbbi szakaszába akarják behelyezni, és hogyha meg akarják fogni a Clutch Gaminget, hogy ne induljon meg mondjuk a Corki, vagy a Genkmank, vagy esetleg egy Ezreal, akkor bizony egy ilyen páros, aki első, második szinten már komoly CC-vel és sebzéssel rendelkezik, főleg így egymás mellett, illetve ott van ugye már az égetés is Mitinél, valószínűleg a döntés inkább emiatt jöhetett, vagy emiatt került szájá, illetve Rakan párosára. Valóban, és az első sárkány egy pokol sárkány lesz. Milyen kedvesek. Hát nem kedvesek, hanem kedves maga az egész Riot, hogy elintézte ezt nekünk, hogy ő érkezzen meg első. Na hát a stopper órák is megérkeztek, bár meglepő módon csak 5 darab. Lehet, hogy már készülnek a jövő heti 8.3-ra. Lehet. Illetve készülnek már arra, hogy amikor majd megjön stopper órának a gyengítése, akkor bizony mi lesz. Nem vagyok benne egyébként annyira biztos, hogy Amerikából el fog tűnni a stopper óra. Főleg úgy, hogy ugye ők megtartják fél órán keresztül is, tehát az hogy később lehet nem látják a Clutch Gaming-eseket, a TSM játékosai. Aha, meg is jön Apollo. Sven kezdi a sebzést, majd utána Lyra, illetve Hakuhó is itt van. Az őrző mindenképpen megvolt. Miti pedig villan, de a felütés elől Apollo is ugyanezt megteszi. Kérdés, hogy ki tudja elhozni. Mákyánk tudja ugyan elhozni, de neki is villanni kell, aztán jön a kábítás. Egyelőre 2 villanás, az egyért a csere, illetve egy pici hátráltatás. Sven kifárasztva, Apollo megy, ő kapja az égetést, jó a kettős felütés, visszajön Mikeng, és megvan az első gyilkosság, még hozzá TSM-nél. Ott lehet a második is, hogyha Hakuhót is el tudják kapni, bizony. Így viszont, hát az a bizonyos fagyi elég erőteljesen vissza. Márint úgy érted, hogy Clutch Gaming korai játékszakasz megnyerése? Hát valóban. Illetve most még Lyrát is üldözhetik, bánthatják. Pedig nagyon jól indult ez a Clutch Gamingnek, csak idén előjött szavunkkal, ezek túltolták. Kicsit hamarabb vissza kellett volna fordulni, mikor már Mákyánknak is el kellett villanni. Azért ott már szerintem nem kellett volna tovább erőltetni ezt az egész akciót. Pedig ez a kis piszkálódás kezdeményezés, ez teljesen rendben volt, villanás a villanásért, utána még Mákyánknak is ugye a későbbiekben el kellett használnia
ezt az idézői képességét. Így meg tudott menekülni, hogy a jelzők csak a túloldalon. És itt kellett volna megállni. Itt kellett volna visszafordulni, Apollo Hakuo párosak nem tudták, hogy Mike Young még itt maradt, és ugye rajta vörös erősítés van, azt ne felejtsük el, ami itt a korai szakaszban azért igencsak jelentős. Innentől pedig már a 3v2-es szituációban simán le tudták vadászni. És kapott az a szája, illetve az ott az a szedzsuáni egy-egy gyilkosságot, aki ezzel nagyon durván meg tudnak indulni. Egyrészt Apollónak gyógyítania kellett, ugye ő villant is, tehát ezek most egyelőre nem elérhetőek pontosan, de azért másik oldalról igen, is. Igen. Elhasználták a villanást, illetve a gyógyítást. Hát mondjuk ez... Sven még tud menekülni. Aha, és gyorsan beruházott akkor egy aratásra, ha már correct. Egy kis plusz pénz érkezett a konyhára az ő számára, illetve egy hosszú kardra. Hát a sebzés fölény az eléggé megvan most a TSM oldalán, ami az alsó ösvényt illeti. Hauncer pedig jelenleg még lekergeti szólót az ösvényről, de hát ez egy mulandó dolog, én azt mondom. Van Mitinek kell egyébként elugrani, a Lilla pedig rávillan, jó a kábítás, érkezhet Febiven, de itt van Mike Young is, ezt ne felejtsük el. Jön a Valkűr, ott a sebzés, a Gatling ágyú folyamatosan lövi Mitit, de a gyógyítás, amit Bjergsentől kapott, mindenképpen megmentette ő az ő életét, és nem lehet tovább menni. Jött már az alsó ösvény páros is, de ahogy a sötétség gömböt megidézte Bjergsen, onnan már csak egy jó kábítást kellett volna adni. Nem jön össze. Clutch Gamingnek a gyilkosságok megszerzése. És ezért bizony két villanást is áldoztak, mind Fedivel, mind pedig Lira. Míg a tulajdon csupán Bjergsennek kellett a gyógyítását elhasználnia. Hát elég érdekes kezdeményezés. Persze, Mitty egyes szintű volt, szóval Lira mehetett utána, ezzel semmi baj nem volt. Úgy közben megérkeztek a rúnáink, a felnyitott varázskönyv. Abból három is van ezen a mérkőzésen. Mike Youngot pedig látják. Mitty, három jelző egyelőre, de vissza kell fordulni az éget, és visszajött Mittyhez köszönhetően annak, hogy azért van rajta bőven töltési idő csökkentés, amiről te is beszéltél, ott van a felnyitott varázskönyv, úgyhogy megint tudod égetni Mitty rakánja, de ebből most gyilkosság nem történt, viszont ismételten egy sikeres rajtaütés, vagy sikeres visszafordulás Hakuónak kellett villannia. Így is a Mike Young ismét ki tudott szedni egy idézői képességet az ellenféltől. Persze itt most a Mitty égetését is be kellett áldozni ezért. Amúgy Mike Young játékának a feljavulása az is kellett, hogy bizony váltania kellett a karaktereiről, amit ő játszott addig. Ugye eleinte volt Kha'Zix, Evelynn, Jarvan, és azóta pedig Sejuani minden mértékben. És hihetetlenül jól játsza meg. Láthattuk a korábbiakban, hogy az alsó ösvényt eléggé fókuszálja az elmúlt héten, vagyis hogy fókuszálta. Ezt most is láthatjuk, hogy még talán csak oda érkezett, és be is válik. Abszolút. Úgy gondolom, hogy ez lehet egy győzelmi esély, így a TSM-nek. Teleporta a szóló, megy ki az ösvényére, ő szint hátrányban van, nincsen még meg az ultia, nem úgy, mint Hauncernek, aki hogyha kellően sok dühöt szerez magának, akkor bizony egy jót cserélhet szólóra, miközben Mitty folyamatosan próbálja ezeket a kis Skarner bázisokat elfoglalni. Ez mindenképpen egy jó kis bónusz. Aha. Azért érdekesebbé teheti a játékot adott esetben. Hát főleg ott a baronna sajátban a sárkány környékén, amikor már ezekért a célpontokért fog menni a harc. Amúgy Sven közben egy 20-as farmerőt ki tudott építeni már most Apollóval szemben. Ugyanez a felsős, ugyanis azért egy 10-esre rúg, de még így is csak ezres az arany előnye a TSM-nek, mert hát kleptomániából kettő is van a túloldalon. Igen, csak kérdés, hogy mennyire lehet ezt már tényleg effektíven használni az Ezreal-rel. Tehát így nem véletlen, hogy gyengítették nem csak az Ezreal-t, hanem még a kleptomániát is. Aha. Nekem nagyon nagy kérdőjelek ezek a választások. Aztán persze láttunk járnán Ezreal ultival baronlopás, meg ilyenek. Pont még ide érkeztem, hogy ezt a tök gyönyörű játékot lássam. Tehát, hogy jó, érthető, illetve a játék későbbi szakaszában azért, amikor megjönnek a tárgyak, ugyanúgy fontos és erős lövész tud lenni az Ezreal is, miközben szólónak kell. Hát, illetve a pénz se rossz, amit kap belőle már itt korán is, hogy a tárgyait ki tudja építeni minél hamarabb, csak mégiscsak gyengítve lett, és ez meg is látszik az eredményességén is a kleptomán Ezreal-nek. Lehet, hogy most már akár a jövő héten, vagy Ezreal tűnik el, vagy pedig nem sikerült a lopás, szóval, vagy pedig más rúnával fogják esetleg hozni.
Viszont az mindenképpen sikeres, hogy Lírának kellett elhoznia ezt a kéket, így Febiben nem rendelkezik erősítéssel a középső ösvényen, miközben Bjergsen hetes szintű szép a kábítás, utána még a katapult, ez egy fél élet erős csere, de mivel volt a Valkyrie Febinek, így nem nagyon bánta, bár megint haza kell menni, igen, és neki nincsen teleportja, hogy visszajöjjön. Viszont tudod, milyen van farm lemaradása már most, azért eléggé jelentős 15-ös éppenségét. Van azért még megtisztulása is, hogyha úgy alakult volna, akkor, vagy úgy alakulna, majd a kábítások elől el tud iszkolni ennek segítségével, majd Febiben. Megnézzük, hogy Mákiánknak sikerül-e vajon odaadni a kék erősítés Bjergsen számára. Valószínűleg igen. Igen, egy kicsit könnyebb dolga lesz, mint az előbb a túloldalon. Lira érkezik Lira az ösvényről. Fél idetelőn van már amúgy a Clutch Gaming alsó ösvényes tornya, de azért mind Sven, mind pedig Miti tud menekülni, még egyelőre nem látják. Hoppá. Megy is a bait, aztán utána visszaugrik, hát ez a jó a Rakanban, hogy ő beugrik, de vissza is tud ugrani. Most képzelj el egy Leónát, ő bemaradt volna, és valószínűleg meg is hal, mert jól vagy, jöhetett volna. Vagy hármas gyilkosság, jó. Vagy, jó, jó. Talán ezt még nem biztos, hogy megszereztem, de igen, ezzel viszont Lírát is tökéletesen le tudták buktatni. Mármint, hogy Miti a be, illetve ki ugrásának a segítsége, és valóban Bjergsenen már megtalálható az a kék erősítés. Hát ha már Bjergsen, akkor egészen jól tartja a farmot az órával. Bőven, bőven én. De ugyanez Hauncerrel is elmondható. Az ő ösvény fázisa már, mint Bjergsen, tényleg is mindig is egy nagyon jó színvonalat ütött meg. És egy olyan hősről, amit azért elég a kis ujjában maradjunk annyiban. Aha. Ez illetve valahol várható volt. Idén ez már ez nagyjából általános, hogy a TSM az ösvényeken farmba vezetni szokott. Ez is hozzájárul természetesen ahhoz, hogy a játék korai szakaszában szinte mindig előnnyel rendelkeznek, most az első hetet felejtsük el. Szerintem, amikor körülbelül a Liquid ellen például az játék korai szakaszában kikaptak, és nem is volt késői. De azóta viszont valóban farmok tekintetében is mindig eléggé odaverik ellenfeleiket. A 10 percnél nem rossz a 101 meg a 102. Aha, megint csak jó a kábítás, ezt követően pedig kimegy még az ulti is. De tovább nem lehetett menni, mert torony alá ment vissza a Febiben. Aki már rendelkezik amúgy egy picike varázs ellenállással is. Kell is. Kell is, az biztos egy szindre ellen. Azért ez most egy elég bátor próbálkozás volt Bjergsentől. Igen, csak messze volt attól, hogy megölje Febiben, de hát a tornya alól is ki van kergetve jelenleg a korki. Így van. Ki van korkizva, kergetve a korki. Ki van korkizva, kerget. A kerget, így van. Lényeg annyi, hogy már alapvetően ezzel a cserével is hátráltatja Febibennek az ösvény fázisát. Próbál minél több miniont megszerezni, illetve ellenfelétől megtagadni Bjergsen, míg Mákiánk gyorsan befejezte egyrészt a tárgyait, 10 percnél megkapta a cipőjét, és mehet is például egy titkos hírnak elhozatalra. Bár mondjuk most lebukott, hogy elhozta, hát na bum. Szóval valóban a korki ösvényfázisa azzal is hátráltatva, hogy muszáj volt kilépni a varázs ellenállás felé, tehát az átoknyelőt be is fejezte, hogy a háromság hatalma jóval később fog nála meglenni, illetve jóval később tudja majd megvásárolni magának. Ezzel bizony a sebzését eléggé visszaveszik a jelenlegi szakaszban. Hát kell a háromság hatalma a korkinak az erejéhez, tehát azért ő akkor egy iszonyat nagyot ugrik sebzés tekintetébe, de valahol érthető az a biztonság, amit Bjergsen ellen próbál most kiépíteni Febiben, kell az a bónusz pajzs. Az első sárkányunk pedig, ahogy te is mondtad már, egy pokoli sárkány, de nem tudott, vagy nem mozdult még ki egyik csapat sem erre az erősítésre. Ami egészen fura amúgy. A Clutch Gaming véleményem szerint annyira nem is tudtak. Annyira tényleg ezt az első 10 percet elveszítette az alsó ösvénye, hogy nekik semmilyen esélyük nem volt ide kimozdulni. Na de azóta viszont ragyogó a teljesítmény, hát három ragyogás is található már náluk. Hogy ezzel bizony most azért a csereverékben eléggé ott tudnak lenni, ha úgy alakul meg, hát persze, mert a háromság hatalma. És a célpont elhozatalokban is fontos lehet egyébként ez a három ragyogás, tehát nem csak a teljesítmény lehet ragyogó, hanem bizony egy sárkányt, egy tornyot, egy baront sokkal gyorsabban lehet pusztítani ezen tárgyak kvázi aktiválásával. Másik oldalról pedig
egyelőre csak építkeznek a tárgyakkal. Uh-huh. Fekete hasító lesz nem sokára Hauncerán, Morello már meg is van Bjergsenen. Igaz. És az első tárgyát Zaya is kezdi építeni, nem más, mint az Essencia Martalot. Illetve egy 20-as farm előnnyel, bocsánat, még mindig rendelkeznek. A farmoló karakterek, hogy úgy mondjam, a dzsungelen kívül. Lebuktak Hoppá! Ugyan. De az első toronyra érkezik a TSM. Kérdés, hogy Lira is fegyűben meg tudja ezt menteni. Mindjárt lefejeli azt, Robika. Nem. Első torony. Puff! Dől. Ugye egy toronyra lett kihasználva. Ez az egész. Hát ha az az első torony, akkor teljes mértékben megéri. Így van. Ezzel most már egy 2000-es a TSM arany előnye, ami még mindig azt mondom, hogy csak, hiszen a tulajdon a két kleptománia bizony még mindig dolgozik. A Clutch Gamingnek, hogy az arany lemaradásukat valamelyest csökkentsék, illetve le tudják dolgozni alkalomattán. Pedig megy egy kis pofoszkodás az alsó ösvényen. Az aratását amúgy már teljes mértékben be tudta fejezni Sven, illetve a jelzőket összegyűjtögette, vagy hát pont fordítva, hogy legyűjtögette róla. Jó. Eközben Miti nagyon szépen gyógyít saját magán, illetve társán is. Ha érkezik egy rajtaütés, vagy hogyha egy jó rajtaütéssel haza tudja küldeni Apollót, illetve Hakót, valamelyiket, Mike-ján, akkor könnyen meg lehet a második torony is a TSM részéről. Csomag. Ez pedig egy csomag. Bekukkant! Nem rossz próbálkozás Febiventől. Valószínűleg Piglettől tanultam. Igen, ezt akartam, hogy nem egy Piglet, de azért jó volt. Próbálkozni lehet. Hát illetve kell is. És kell is, mondjuk Bjergsen megkapta a kéket végül. Uh-huh. Picit talán korán érkezett Febiven. Hát végül is láthatlanban azért nem volt rossz. Foszforbomba ugye rakétával próbált lopni, míg most ráparkoltak egy őrszemre, és a csomagot pedig a sárkányra lehet kihasználni. Valószínűleg tökéletesen tisztában van a TSM azzal, hogy sárkányozik a Clutch Gaming, el is hozza a sárkányt, és nincs reakció, nincs válasz a TSM részéről. Erről egy picit lemaradtak. TSM! Azért így egy kószám még behallatszott a közönség közül. Valóban, ami pedig a Twitter üzenetem volt, az, hogy a virágoknak a kapitánya is hasonlóan szereti, illetve izgatott Skarner láttán, mint minden úgymond random ember, aki betweeteli, illetve megjelöli őt ezeken a tweeteken, és valóban ő egy Caster, ugye. Bár ebből pedig itt egy második torony is a TSM oldalához került, de az első sárkányához a gyönyörű volt a Clutch Gamingtől, mondom én, hogy ragyognak. Így a bónusz 8% sebzés, az meg is van már náluk, és Apollo ezzel a tárgyválasztással továbbra is elodázza igazából az ő sebzésének a megérkezését. Ugye láttuk, hogy jégkesztyűt vásárolt, ezt fejezte be, ezt a tárgyat a ragyogásból. Persze jó lesz ez, Hauncer, illetve Sven sebzését kicsit módosítani, de egyre később is később jöhetnek majd azok az igazi sebző tárgyak, amik majd fontossá tehetik az ő Ezreal-jét, miközben nézd meg a TSM-nek a folyamatos, gyönyörű mozgását. Egymás hátán vált-váltmak vetve küzdik le a tornyokat. Így van. Középső ösvényre érkeztet négy ember. Hauncerhez most Bjergsen sétált fel. De még egyben a torony? De még egyben bizony. 14 élet. 14 életerő. Hauncer, ha csúnyán ránéz, akkor össze fog dőlni. Ide pedig bizony Febiven kukucskál az alsó ösvényre. És meg is történt ez a csúnyán ránézés. Ugye a TSM egy kicsit 110-eset játszik, bizony már három tolvas surranó is megtalálható náluk, ami kell is Gangplank, Corki, illetve Ezreal ellen, szükséges is azért. Ez a cipellő az ő tarsolyukba, illetve Sven már befejezte az Essencia Martalócot, illetve Hauncer még a fekete hasítóbárda, hogy már te is kiemelted korábban, teljes mértékben megtalálható nála most már. És lehet, hogy az első két gyilkosság nagyon korán érkezett, de attól függetlenül a TSM-nek megadta azt a lehetőséget, hogy utána ténylegesen végig dominálják az ösvényeket, ami meg is történt. Jóformán mindenhol komoly előnyre tett szert a TSM.
A felső ösvényen látszik ez nagyon brutálisan, de azért a többi ösvényen is eléggé magabiztos játékot láthatunk Sven Bjergsen kettősétől, természetesen Svent azért Miti is támogatja, aki váltott teleportra, tehát kettős érkezés is lehetséges most már a tíja szemnél, köszönhetően a felnyitott varázskönyvnek. Kíváncsiak Mike Young, illetve Lee-re majd amúgy mikor és mire fognak váltani, ha váltanak, ha már náluk is ugye felnyitott varázskönyv található. De elég ritka az, hogy mind a két dzsungelesnél ezt látjuk. Azt, hogy mind a kettőnél igen. De egy-egynél azért... azért már előfordult, persze. Főleg amúgy Exit, amikor Gragas hozott, azt hiszem talán mind a kétszer ezt hozta. És ez érthető is, hogyha belegondolsz abba, hogy a villanással gyorsabban aha. lesz elérhető. Nem biztos, hogy azért, hogy nem mindenki azért hozza, persze, hogy váltson. Persze. De mondjuk egy Gragasnál nagyon jó a villanás, kicsi a rakás kezdeményezés. Tehát érthető is lehet adott esetben, így ugye az idézői varázslatokon lévő töltési idő csökkentés az ezért jelen pillanatban még nagyon komoly. A Clutch Game-nek lassan lehet, hogy harcokat kéne erőltetni. Most már azért két háromság hatalma is megtalálható náluk. Ez így a középső szakaszba érkezve bizony elég nagy előny nekik azért. Bárbi ezen pont most fejezte be a Leandri gyötrelmét is magának második tárgynak. Elég építi azt a varázstörést, ami kell is egy szindrának, hogy egy kombóból el tudjon pusztítani, hát nagyjából bárkit. Aha, Mike Young érkezik pirosat lopni. Hogy? Helyette ez Bjergsen teszi meg. Bjergsen még tőle is ellopta. Így van. Ez azért eléggé zavaró lehet szegény Lee-rának, hogy a saját dzsungelében sem hagyják őt élni. Miközben Miti kezdeményez jó. A csábítás ki is jön. A megtisztulás is villanni kell bizony. Febivennek, így mindkettő. Így nézői varázslatát elhasználta, Szóló pedig hát fedezte a visszavonulást. De ezért két végső képességet is felhasználta azért a TSM gárdája, valóban Febiben nagyon jó időben használta, mind a megtisztulását, mind pedig villanását. Már majdnem elkapta a Gletscher Burton, ami érkezett Mike Young oldaláról. Hát mondtam, hogy a Clutch Gamingnek kéne harcot erőltetni, nem teljesen ez történt, de majd talán most. Pontosabban ez történt volna, ha Bjergsen és Mike Young nem ellendzsungelezik, mert már látszódott, hogy Lee-ra és Febiben próbál fölmenni, Szólót megsegíteni, illetve talán Hauncelen egy gyilkosságot elhozni. Látszott a mozgásukból, hogy ez a terv, csak utána meglátták, hogy Mike Young, illetve Bjergsen is leköveti ezt a mozgást, és véleményem szerint most, jelen pillanatban a Clutch Gaming akkor tud csapatharcot, vagy akkor tud harcot nyerni, ha ők vannak emberelőnyben. CG. TSM. Azt hiszem, hogy ez a nézők között ez a párbaj, ez most döntetlen. Így van. Idénre amúgy ez teljesen a többi csapat szurkolói is megérkeztek az arénákba, nem csak azt hallgatjuk a Echo Fox Golden Guardians meccsre, hogy TSM. Mert ki tudja. Hát persze, ezért még az még, is lehet. Ez még az utolsó mérkőzésnek a hát azért ott Rick Fox, azért ő mindig ott van és buzdítja csapatát, ami egy eléggé jó tulajdonosra val, én azt mondom. Ez pedig a második pokol sárkány. Na, erre már érkezik a TSM is. El is használták még hozzá a kék távolban látó gömböt. Visszavonul a Clutch Gaming, és vissza is kell vonulnia, mert most viszont meg ők voltak ember hátrányban. Febiben érkezik még csak a saját dzsungelébe, miközben a TSM kihúzza a sárkányt. Fél életről van már a sárkány, nézd meg Bjergsen, milyen jól próbál zónázni. Ott van a harmadik gömb, és megvan a pollónak az ultival a lopás, így bizony. Az Ezri lopások napja ez. Apolló, gyönyörű. Egyet Európába, egyet Amerikába, bár ez nem egy baron nasor, de azért de jelen helyzetben a második pokol sárkány igencsak fontos erősítés a Clutch Gamingnek, és ezekkel tudnak visszajönni a mérkőzésben. Nincsenek még kieső persze, de egyértelműen az előny a TSM oldalán, ha nézzük. Mákjának nem volt jó a felütése, innentől kezdve picit visszavonultak. Hauncer fog visszaalakulni Picignárba, átugorja a falat, tiszta magasugróvá nőtte ki magát. Ez érdekes, úgyhogy közben összement. Így van. Tudod, piciként is, hogyha valakinek jó a rugózása. Persze. Akkor el lehet. Én például még annó fénykoromban elértem például a kosárgyűrűt. Én még most is tudok zsákolni néha napján. Jó, de hát te... A súlyom már egy kicsit lehúz, de azért... Jó, de te két fejjel magasabb vagy. Jó, hát most... Jó, én csalok, na tudom. Igen, múlt héten írták nekem a cseten, hogy nekem egy gödör kell, nem egy sámli. Na nézzük is Apollónak ezt a lopását. Valóban, hogy te is mondtad, Bjergsen próbált zónázni. 471.
életerőről. Hát Mike Young nem sújtott? Nem sújtott a kedves nem Mike Young. Nem számoltak ezzel a gyapollóvit bizony. Nézte a G2, illetve az UA mérkőzését. És ott se sújtott amúgy. Aha. Kavald, és pedig ha sújtott volna, akkor sokkal nehezebb azért egy Ezreal ultival, véleményem szerint sokkal nehezebb úgy lopni, hogyha van ellened egy sújtás. De hát, hogyha nem sújtunk, akkor sújtalan marad a kérdés, amit felteszünk. Hát illetve sújtalan maradt a sárkányoknak a helye a TSM oldalán. Így van. Nem került oda ez a pokol sárkány jelző, amiből már ugye 2 darab megtalálható a Clutch Gamingnél. Na de ha már 2, akkor zennél is 2 tárgy már teljes mértékben megtalálható, mind az Essencia Martalóc, mind pedig statik töltőpenge. Én ezt Hauncernél is már a jégkalapácsot is befejezte a saját maga számára. 1-1, közben a képesség találat, Miti, illetve Hakuho párbajából. De valószínűleg Mitiék jöttek ki ebből egy picit jobban, és gyorsításra váltott kedves Rakan barátunk. Ezzel is akár az ultia, illetve a távolság, amit majd le tud tenni, illetve a lekövetéseknek lehet ez mindenképpen jó. 20. percet pedig már bőven elhagytuk, most lépünk bele a 25. percbe, és természetesen a Baron Nashor él. A játék 3. sárkánya pedig egy kicsi változatosság, nem pokoli, hanem bizony majd hegysárkány lesz. Ezeket az úgymond hasznos sárkányokat most ez a mérkőzés nagyon szereti. Illetve, hogyha azt is meg tudja szerezni magának a Clutch Gaming csapata, plusz a kétlövészes kompozíció, azért az már célpontok elhozatalában egy igen nagy előny lehet az ő oldalukon majd a későbbiekben. Az hoppa. Pedig egy homály. Illetve Lira tökéletesen kerülte ki, így szebb a megfogalmazás. Ilyen szép volt egyébként, ilyen kis kosaras homály. Aha. Játék közben jó a mélyfagyasztás, és Lira abszolút fél életerő alatt van. Szólónak kijön a végső képessége, 2 embert lehet feldobni, illetve csábítani is. Hakuhónak kéne menekülnie, de ettől függetlenül, mivel megjött Febiven, illetve Apollo, 2 lövész ellen nem nagyon tudott mit csinálni. A beragadt TSM, hát 4-es majdnem, Sven is éppen csak, aha, hogy túlélte ezt az egész csatát. És most bizony a Clutch Gamingnek kéne valahol célpontokat elhozni, ugyanis jó az az, hogy gyilkosságot szereznek. De bizony, vissza kéne jönni abban a makro lemaradásban, ami a célpontokat illeti. Úgy tűnik, hogy hallgatnak rád és megpróbálnak kilépni, tehát ki is lépnek erre a külső toronyra, amit valószínűleg el is tudnak hozni, hát 2 lövésszel ez. 2 ragyogással, ugye. 2 ragyogás, ugye, igen, ahogy mondod. Ez bizony egészen egyszerűen megvan a számokra, valóban így azért eléggé ők jöttek ki jól ebből a csereberéből. Az aranykülönbség is most már 2000 alá esett. Hát lehet, hogy Mitinek nem kellett volna visszaugrani az előző helyzetbe. Persze egy gyilkosságot így is el tudtak hozni ők is. Hát a tankosság különbség meglátszódott Miti, illetve Hakuo között. Hogy Hakuo, aki azért a jég pajzsával ott áll, akkor azért elég sokat, hoppá, bír, vagy kandallójával, miközben a TSM azt mondja, hogy akkor alright, Baron Nashor, kezdjük meg, miközben van rálátása valamilyen szinten a Clutch Gamingnek. Itt van Lira, itt van Hakuo, illetve Apollo, és Apollónak van. Na nézzük Lira. Ultia, azért az durva lenne, hogy Hakuho egy ajándékdobozzal jóformán lopna, miközben Apollo ment be és próbálta a lehetetlent, vagy próbált még egy célpontot elhozni ezen a mérkőzésen. Na majd az ősi sárkányt egy kicsit később. Valóban azért a higan sejemét el kellett használni, hogy ki tudjon lépni abból a helyzetből. Itt pedig még az előző szituáció, hogy Lira bele villant Bjerzennek a kábításában, viszont a stopper óra megmentette az életét egy ideig addig, hogy fel tudjon zárkózni Febiben, illetve Apollo kettőse. Hamutszer pedig úgy döntött, hogy én bizony nem fogok oda teleportálni, nekem nem kell. Megpróbálok szólóval majd. Hát mondjuk, hogy Szóló megakadályozta Hauncernek a teleportját, de azért inkább saját magának. Illetve Bjerzen teljes mértékben ki volt zónázva, aha, ebből a csatából, tehát az ő sebzése úgymond eléggé hiányzott a TSM-nek, és ő volt az, aki nagyon távol állt, nem tudta kifokuszálni se Apollót, se Febivent, akik pedig így kvázi nyugodtan sebezhettek, és amiről beszéltünk, Miti kvázi nem tank, aha, azért ő közel nem tankos, még, mi? Persze ott van már egy tűzkő a zsebében. Tehát egy higanségem, mert ő is megvásárolt már magának tömegirányító képességekből, ki tudjon szabadulni alkalom attán. Amúgy az is látszott azért ebből az előző harcból, hogy a TSM bizony fel tudja építeni a
tömegirányító képességét ő is, mert Lila folyamatosan azoknak a hatása alatt állt. Aha, Szólót kapják most el, aki így el is használja Jomu szellemkardját. Próbál Miti csábítani, ettől függetlenül viszont csak valószínűleg egy kettes színű tornyot tudnak elhozni. Hakó azért itt van, hát ha meg tudja még ezt védeni, viszont a következő millió hullám... Febiben is ezt teszi amúgy. Ugye bocsánat. Nem. Állíthatta meg Febiben, akkor már két tornyot fog hozni, aha, mert elhozta egyébként a külső tornyot is. De jönni kell, fel kell állnia a csata sorának. A Clutch Gamingnek ugyanis így szépen lassan veszítik a tornyokat. Oho, Miti megy föl, de nem talál semmi. Ez viszont az ő hibája, mármint az ő rossz kezdeményezése. Lira megy be, húzza vissza méghozzá Bjergzent, aki elhasználja így teleport a stopper órát, de megvan a gyilkosság. 2-0 a csere. Hát ez nem annyira érte meg egy toronyér. Valószínűleg, bár ez egy kettes szintű torony, amit el tudtak hozni. Valóban Mitinek a beugrása késő volt. Hogyha egy picivel előbb tud beugrani, akkor még lehet, hogy 2-3 embert is felüthetett volna. Ez pedig egy hedgesárkány a Clutch Gaming csapatának, amiről már beszéltünk. Ha meg tudják szerezni, ha Huncel azért errefele kóricál, de ezt nem fogja tudni megakadályozni. Szóval ez bizony a két lövésznek egy igen nagy segítség. És hát a Clutch Gaming amúgy érdekes, hogy a TSM elhozta a baronnasor, de visszább jöttek a mérkőzés, vagy azt mondja, bár tornyok tekintetében azért már 5-5 ledöntött a TSM gárdája, és haladtak kettes szintűekkel is. Így van. De abszolút játékban van a Clutch Gaming, bármennyire is elveszették a játék korai szakaszát, ez pedig ugye visszajátszás. Még azért Lirát fel tudta dobni Miti, de ez már édes kevés volt. Itt pedig villanás a villanásért, mert Sven elvillant Lírának a kezdeményezés ellen, de hát Bjergzen tudta így visszahúzni az a Skorpion, onnantól kezdve pedig beragadt 4, illetve 5 embernek a gyűrűjébe. Líránál amúgy most sújtás helyett éppensége megtisztulás található. Nem rossz ez a kompozíció ellen. Ugyanez van ugyebár Febivennél is. Igen, ő már váltott. Az utolsó olyan sárkányunk, ami még elemi sárkány, az nem lesz más, mint egy pokolli. Miközben jön a TSM kezdeményezése, jön a dozer, azért Febivenék már elég jól tudják az ösvényt takarítani, főleg egy korki valakinek már majdhogy nem három tárgya kész van, de 2,5 az már mindenképpen, mondjuk, hogy a két felett mondjuk egy kánkar, meg egy átoknyelőt összeadok, az már lehet-e akár még egy bónusz tárgy is, de ez még egyelőre nem készült el. Jön a második hullám, viszont már nincsen baronnasor erősítés, könnyedén le lehet megint csak takarítani, körülbelül fél életerő felé közeledik már az utolsó kettes szintű torony a Clutch Gaming felső ösvényén. De egyelőre nem nagyon tud például Szóló Hauncerrel mit csinálni. Tehát azt láttuk, hogy azért Hauncer sokkal effektívebben tudja most jelen pillanatban az ösvény tolást megjátszani, de Szólónál van például most a teleport előny. Illetve Szóló 1-0-3-as statisztikával rendelkezik, mégiscsak mindegyik gyilkosságában benne volt a Clutch Gamingnek, Hauncer pedig nem volt sehol semmikor, az előbb is a teleportjával már csak elkésre tudott megérkezni a harcba. És ha már harcba érkezés, akkor Lira bizony jó gyorsan tud, az igaz dicsőségnek köszönhetően. Ami azért, hogy egy szkárner elég gyorsan szedi a lábacskáit feléd, az rémisztő tud lenni. Igen, a kis ízelt lábakkal. A két, hogy kristály skorpió. Hopp, Hauncer pedig levugtatják. Azért Szóló viszont a távolsági támadásoknak köszönhetően már fél életerőn van, és ameddig nem talál az ő kis robbanó hordói, addig nem biztosan, hogy fog cserélni Hauncerrel, aki egyébként átalakult. Itt van viszont Apollo is. De ezt is. Ő nem tudja, mármint Hauncer. De abban a bokorban már le fog bukni Apollo is, ha belelép, illetve most már így is. Aha, jön az ulti kérdés, Febiven érkezett meg. Hát jött az ulti, csak igazából Apollótól méghozzá takarításra. Hauncer pedig a kettős ugrásával nagyon szépen vonult vissza. Kérdés, hogy ebből lesz-e alsó ösvényes torony. Szóló mégsem megy haza, úgyhogy akár még ezt a célpontot is el tudja hozni. Amúgy az párhuzamos ösvénytalásnak köszönhetően Febiven bizony farmban visszatért az élmezőnybe, hogy úgy mondjam, Hauncer Bjergzen, illetve Febiven hármas alkotja ezt most 32,5 percnél, 370-380 környékén mind a hárman, bődületes számok. Az általad sokszor emlegetett
Zsáó, mert Zsáó ezt nagyon szeretné, ugyebár. Így van. Ezeket a mostani rendszereket, hogy úgy mondjam, amúgy élet bizony a pokol sárkányunk, vagyis átverek mindenkit, mert még nem. Viszont lesz majd a következő, viszont a Baron Nashor az éledni fog egy 20 másodperc múlva, és a TSM gárdája eléggé ott is tartózkodik, mindannyian kiéve Hauntzert, ő visszedi azért a szuper galaktikus lábikóit, illetve teleportja. Ez körülbelül egy 5 másodperc, és szólónak is van. Így van, ezt a Clutch Gaming nem hagyhatja, hogy a TSM elhozza, ugyanis a TSM elhozza és nem halnak meg, ezt követően a csapatharcba, akkor könnyedén akár elmehetnek még egy inhibitorért is, viszont eljutottunk odáig, hogy Apollónak már van sebzése, át tudja ütni a tankokat is, köszönhetően a tárgyválasztási sorrendjének most már is. Hoppá! Már kell kezdeményezni még hozzá Lirára. Jó a feldobás, illetve a csábítás is, és meghalt a tank konkrétan a Clutch Gamingnél, és nem tudott reagálni rá a piros csapat. Kijön bizony Szólónak az ultia, ezzel lehet lassítani. Hauntzert néz, mit kap még hát hozzá Fenidentől. Svennek ismét gyógyítania kellett. Tudott reagálni a Clutch Gaming, csak egy picit később. Most Mitinek jó volt a beugrása, és amúgy Bjerzennél majd nézd meg, hogy most már Rabadon is található nála. Úgyhogy a sebzés az horribilis jelenleg, illetve a varázstörést is kimaximalizálta már teljesen. Hát dzsungeles nélkül a Clutch Gaming egyetemi Baron Nashor hívást. Így van, kérdés, hogy áldoz-e bármit a TSM? Hauntzer elhúzza a klácsosokat, ez így mindenképpen egy jó játék tőle, ugyanis nem volt nagyon esély bemenni a Baronhoz. Szépet játszott most Hauntzer, magára vonta a figyelmet, magára bőszítette a Clutch Gaming játékosait. Felbőszítést használta nélkül, hogy lenne neki. Így van. Érdekes, de hát valóban ezt Hauntzer remekül csinálta. Hát nézzük is, hát Lirára kellett a kezdeményezést elindítani a Gletscher börtön, illetve Rakan felbőszítés végső képesség kombináció az, amiről a világ végéről is meg lehet oldani, hogy Lira csak is odafigyeljen, illetve meghaljon. Svennek valóban el kellett gyógyítania, azért a sebzés, amit ő kapott, illetve Hauntzer, az bődületes volt. Tudott válaszolni Solo. A Clutch Gaming, tud válaszolni, Szólóban már rettenetes nagy sebzés, a 4 tárgya van. Ugyanezt Febiben is elmondhatom, mint a sebzés. A teleport méghozzá Hauntzertől, és a dühe meglehetősen jól áll neki. Pár képesség, pár dobás, és ott lehet az átalakulás. Ez pedig egy elég jó környezet ahhoz, hogy villanása is van vágni valakit. Megáll a sárkány, illetve visszatöltődik az életereje. Apolló másik irányba lőtte el az ultiát. Ez valószínűleg csak egy kis figyelem zavar volt nála. Hát ő megmutatja, hogy én végső képesség nélkül is le fogom szedni az arcotokat. Fél életelünk közben megint csak Lirára megy a kezdeményezés. Malkang beugrott, és jön méghozzá Hakuhura, Hauntzer, kettős kábítás, nagyon szép, viszont a csábítás megpecsételi ismét Lirának az életét. Mitty van nagyon kevés életerőn, de ettől függetlenül a sárkány még nem dölt el, nincsen sújtás. Viszont visszamegy ismételten, és Hauntzer, szevasz! Gyönyörű játék. Hát illetve az éri volt az a sebzés, ami ki tudta végezni Apollót. Nem számolt vele. Hát szerintem senki sem számolt ezzel, hogy őszinte legyek. 1 perc 30 még a Baron Nashorból, ez így viszont majd, hogy nem biztos, hogy egy inhibitort kelljen, hogy jelentsen, és Febiben az egyedüli, illetve Szóló, tehát ketten vannak, akik védekezni azért tudnak, és mind a Quarky, mind pedig a Gangplank nagyon jó ösvény takarító képességgel rendelkezik. Hát nem meg egy vörös takarító képessége volt, vagy egy másodperc, amíg elhozta ezt magának. Ami valóban jelenleg egy csapatharcban, hogyha a TSM figyel Szólóra, én azt mondom, hogy most ő azért a legnagyobb sebzés hordozója a Clutch Gaming csapatának, hogyha rá tudnak figyelni, akkor nincsenek különösebb bajba. Hát neki robbantó sebzése van, Febivennek pedig idő kell, viszont azért Febiven Quarkia is bőven szerintem most már tud sebezni, csak neki jól kell pozícionálni, ami igazából Szóló bedob 2-3 hordót és azt lerobbantja, azt láttuk az előző 7-8 perccel ezelőtt a csapatküzdelem, hogy Sven mennyire megjárta. De ő például még nem halt meg. Hadgyilkosságból hatnál pedig ott volt, 100%-os. Másik oldalon ugye ez Szólóról. Hát Sven most az első hetek Bjerzenét játssza éppen, aki nem halt meg, és minden gyilkosságban ott volt még.
És már nincsen játékos, ugye múlt héten megtalált ezen statisztika. Ryu volt az utolsó, ha jól emlékszem. Azt hiszem, igen. Ezért nem rossz, hogy majdnem 3 hétig bírni. Nem tudom, hogy melyik nap tört meg. Szerintem az első amúgy, de... Egy 4-5 mérkőzésig ezt azért tartani, ez nem kis teljesítmény. És ezt többen is tartották, aha, ugye? Jó volt a játék kezdete, így sok játékosnak is. Miközben a TSM ugyan már nem rendelkezik baronnasor erősítéssel, viszont az ellenfél dzsungelében próbál játszani. Valóban. Amúgy a korábbiakban azt mondtam, hogy még hárman vannak ott a farm listának az élén, hát Bjerzen most egy picit lemaradt, és most már csupán Febiben, illetve Hauncer harcol meg ezért a pozícióért. Amúgy ez az ő kis külön versenyük. Hát Svennek meg van egy kis sebzése, ugyanez Bjerzenről is elmondható már. Még megveszi a Ludent is magának, és fog robbantani az a Syndra rendesen. Hát ez egy robbantó Syndra. Hát ez az. Tehát, hogy itt elég komoly sebzése lehet adott esetben egy olyan játékosra, aki nem tud időben megtisztulni, aki nem tud időben mondjuk sejemövet használni, nincs annyira sok varázs védelme. Pedig mindenkin található amúgy varázs ellenállás, egyedül szóló, nem? És valóban itt Hauncer kiszedi a buliból Hakult, akinek így a Gletscher szakadékot a TSM felső részére kellett elhasználni, még a többiek szépen tudták osztani a sebzésüket alább egy kicsivel. És hát itt, amit Apollo kapni fog Bjerzen, illetve Hauncertől, hát inkább főleg Bjerzen, ott az Érinek a sebzése. Az a kis galád róka. Hogy ráugrott így? Torkon, torokra ment csak az a róka. Hát urvák egyébként. Hát most már látod, hogy... Veszett volt már ez a róka. Megveszett annyira durván. Apollo vérére fájt a foga. De hát igen, az a baj, hogy ezzel számolni kell, és ezzel látszott a játék korai szakaszán is, hogy azért az Aid is Gnár bőven-bőven képes egy Gangplanket hátrányba taszítani. Azóta persze visszajött Szóló is, tehát le van még mindig azóta maradva, de a gyilkosságnak köszönhetően ezért ő is tudja építeni a tárgyait. Hát meg persze a kleptománia csodái. Így van. Még mindig Szólónál, illetve Apollónál is. Miti ugrik egyet, hogy megmutassa, hogy milyen bravúros, hát ugrásokat képes Rakannal bemutatni, és már ott van nála, illetve Hakuhónál is. Aha. A Zonya homoko, Zonya? Jézusom, mi az? Iron Solaric medálja, így is van. Zonya nincsen. Hát egy Bjerzenféle Syndra ellen jelenleg elég hasznos is az az Iron Solaric medálja, bár még lehet, hogy az se véd meg egy teljes Syndra kombótól, például Apollót vagy Febiven, bár Febivenen található egy átok nyelő is. Ugyebár, ami azért védelmezi Bjerzennek a robbantó sebzése ellen, ahogy te is mondtad, aki közben meg is vásárolta. A Ludent, amit mondtál. A Ludent, így már ő is teljes tárgykészleten van. Hát nem ő az egyedüli ebben a klubban. Bizony a felső esélyeseket, Svenről is elmondható ez teljes mértékben. Febiben még egy fél tárgyal le van maradva, de hát az a bendő is meg fog érkezni. Bizony, Baron Nashor ismételten. Nem olyan egyszerű azért ezt a Clutch Gaminget megverni. Hakuhó kap egy fél életerős kezdeményezést. Ez igazából egy darab ulti volt, illetve az arra érkező sebzés, de Lira is már fél életerőn van, tehát a két tankja a Clutch Gamingnek elég ramagy állapotban van. Ha jól tud kezdeményezni Mitty, vagy jól tud kezdeményezni esetlegesen Mike Young, azok pedig már látott fájnak, ez nem mondjuk gyorsan visszatölti az élet erejét egy kis farmolással. Tehát, hogyha jól tud kezdeményezni egyet Mitty, akkor itt nagyon gyorsan vége lehet a Clutch Gaming táncikálásának. Miközben megkezdi két emberrel a Baron Nashort, a TSM. De itt van azért a Clutch Gaming is a környéken, teljes mértékben. De ez bizony ki... És megint megvan! Apollo! Mit játszik ez a srác? Hát ezt nem hiszem el, ezt... Mi történt? Pedig ezért... Mike Young sújtott? Így van, most megvolt, csak rossz időben. Na hát a Clutch Apollo... Gaming visszatért a mérkőzésbe, azt mondom. Vagy legalábbis sokkal könnyebb lesz most védekezniük, mert azért még mindig a TSM próbál kezdeményezni. Szóló mit robbant Mitin, illetve Bjergzenen egy fél életerőt. Hihetetlen. Figyelni kell a Gangplankre. Abszolút figyelni kell rá. Bődületesen erős az a szóló, és hát Apollo mit művel? Hát ez...
Azt nem tudom, hogy erre mit mondjak. Mondtam, hogy fog még lopni valamit, én az ősi sárkányra tippeltem, még az is lehet, hogy meg fog történni ezek után. Mit ide megy a kezdeményezés, el is kell ugrania, viszont a negyedik jelző még nincs meg. Hauncer szépen állítja meg Lírát, így ő kerül félelterű alá, azt követően pedig Bjergsen érkezik, Mike Young pedig hátulról. Mit nagyon szépen beugrik, majd utána ki is tud menni, viszont a tankok ütik egymást, be lehet húzni Mike Youngot, így meg is hal, Apollo kapja a gyilkosságot, mennek tovább, szólót nem tudják kiszedni, innentől kezdve ott van már a 2-1. Egyes csere, Miti éppen még csak, hogy él. De hát az ősi sárkány, a cél. Nincsen sújtás egyik oldalon sem. Lidlán nem nincs is sújtás. Hát ilyeszem, ide se jönök ezt a ősi sárkány. Persze, hát minek is jöjjenek ide, Apollo úgyis elvinni előlük, hogyha úgy adódna. Úgyhogy... Itt pedig lehet, hogy Buci 2.0 meg fog érkezni hamarosan a mérkőzésbe, de nézzük is visszajátszásba, hogy mi történt ennél a Baron Nashornál. Mike Young mennyi életerőnél sújtott? 36 életereje maradt a Baron Nashornak, amikor Apollo egy misztikus lövedékkel el tudta ezt csenni a TSM gárdája. Itt pedig mit itt? Hát a kezdeményezés azonnal leviszi fél életerő alá, de innen még azért a TSM vissza-vissza fordulgat. Most szólóra jött ki a kezdeményezés. Apollo kivillan, megtisztul, vagy csak kiugrik és megtisztul Mitinek a felütése ellen. Hogyha az sikerült volna, akkor ezt a csapatharcot egyértelműen a TSM gárdája meg tudja nyerni. Így is még azért szólót majdnem el tudták pusztítani, de kevés életerő még életben maradt. Hát most Baron Nashor, illetve ősi sárkány a Clutch Gaming oldalán. Szervusz Livius, mi a véleményed a mérkőzésről? Szervusz Knacz. Legrosszabb pillanat, mert éppen teljesen ki vagyok égve az Ezreal lopásokon. Hát tehát, csak te. Én azt értem, hogy Silverben nem tudnak sújtani, de hogy ez harmadjára történik meg egy ilyen lopás az LCS-en, ez elképesztő. Ennek ellenére izgalmas meccset kaptunk a legelejére, és hát úgy látszik, hogy a Clutch Gaming abszolút partiban van a TSM-mel. Legalábbis ilyen Giliuszi magasságokban emelkedik már Mike Young, komolyan mondom. Így van, Mike Youngot azért eléggé dicsértük mostanában most ezt a két sújtást, bár azt hiszem, talán ott a sárkánynál nem is sújtott, most viszont egy icike-picikét elszámolta a sújtását, így Apollo gyönyörűen valóban el tudta ezt csenni tőle, illetve a TSM magának teszi izgalmasra ezt a mérkőzést, a korai játékszakaszt megnyerték, Buci 1.0 közben visszatért ide hozzánk. És hát a Clutch Gaming bizony most az ösvényeket eléggé rátolja Baron Nashorral a TSM-re. Miközben azért kint sem ezt mondták, hogy ez lesz majd a győzelmi esélye a Clutch Gamingnek, hanem pont, hogy a játék korai. Na mondjuk, hogyha ezt írták volna, hogy Apollo mindent be fog lopni, akkor azért meglepődtem volna, hogy ez lesz a győzelmi akkor tudnak kondíci... valamit. Az biztos. Hát na, az egy elemzőasztal, aki ezt megmondja előre. Hát mondom én valóban, Apollo megnézte, hogy járnán is mit művelt azzal az Ezreal, és hát az Ezreal választást szittuk, nem értettük, hogy miért történik, hát ezért. A lopások nagymestere most már. Hát ha már kleptomán amúgy. Ha már kleptós, akkor teljes mértékben érthető. Szólót pedig meg kell ölniük. Ha nem ölik meg Szólót, tehát ISM-esek, akkor bizony, vége lehet a dalnak nagyon gyorsan. Hihetetlen miket robbant az a Gangplank. És ő ugyan már nem 100%-os a gyilkosságban való részvétele, de bőven megvan már neki is a maximális tárgyválasztása, és pont a sztereák miatt véleményem szerint nem lesz olyan egyszerű megölni Szólót. Uh-huh. Kis bónusz pajzs az mindenképpen jól tud jönni. Tehát a Clutch Gaming ezzel a Baronnas Örősi Sárkány dinamikus duóval bizony kiegyenlítette a mérkőzést, ami az aranyküdömséget ért, és sőt most már ők is vezetnek egy picit. Még két darab torony lemaradásuk van, de ezt a sárkányokba vissza is hozzák, ami az elemiket illeti. És valóban lassan már mindenki teljes tárgyválasztáson lesz, a támogatókat, illetve a dzsungeleseket leszámítva. Az lesz majd a nagy kérdés, hogy például Miti életbe tud-e maradni ugye a kezdeményezése után. Uh-huh. Mert neki, amint bement, feldobott és csábított, neki általában vissza kell ugrania a hátsó sorba. Illetve hogy kire tudnak kezdeményezni amúgy, mert Mike Young azért elég sokszor Lírát találja meg, ami nem biztos, hogy a legjobb célpont, főleg most, de nem látnak semmit a TSM gárdájából a Clutch Gamingesek. Illetve hogyha amíg megölik Lírát, tehát hogy abban az esetben, hogyha TSM Lírát találja el és megölik, egyrészt már ugye a vízköpő vértjével ő is tankosabb tud lenni,
Másrészt, hogyha időt adnak ténylegesen Febivennek, Apollónak, illetve Szólónak, hogy sebzést osszon ki, mert a tankot ütik és a tankot próbálják megölni, akkor bizony, ha jól pozícionál a Clutch Gaming 3 sebzés hordozója, akkor nagyon könnyedén itt fordulhat ténylegesen bizony az egész játék, mert Bjergzent láttuk, hogy egy hordó robbantásos módszerrel fél életerőben. Na de mondjuk ugyanazt a fél életerőt Bjergzen is ki tudja osztani, akár Szólóra, hogyha egyszer megtalálná, vagy hát Apollo szerintem el is tudja törölni. Oda mehet, ahol Double Lift is tartózkodott az Ezreyjével, még Rio Szóló ellen a korábbi heteken. Szóló pedig már, ha már róla beszéltünk, a cipőjét is elátta, illetve választja az új tárgyakat. Hát azt hiszem, neki elég sok fölösleges aranya van jelenleg. Biztos vagyok benne. Aha. No, Apollo ellépi-e magát kettős erősítéssel? És amúgy Léra visszacserélte a megtisztulását pont most sújtásra, pedig már akartam viccelődni ezzel a... Hát a barom Apollo miatt dologgal. Igen, igen. Mitinél pedig pajzs található meg éppenséggel. Ami jó lehet, pont a tankosság hiánya aha miatt, ugye nagyjából, amiről beszéltünk, hogyha ő beugrik, és esetlegesen nem tud visszamenni a biztonságba, miközben Hakuhót kapják el, nagyon szépen kezdeményeznek rá, ő kivillan ugyan, ezt követően pedig Miti ugrik be, ki tud jönni, még Febiben is Lírát ütik, nincsen halál, mégis ott van az első, de rögtön kiegyenlítenek, a két dzsungeles halt meg, Hakuhó nem nagyon mehet előre, így nincsen tankja a Clutch Gamingnek, míg Hauncer most fog majd átalakulni, tehát ő azért valamilyen szinten tudja tartani aha az állást. Kérdés, hogy a TSM kimozdul a baronra. Nem szabad, nem szabad. Apollo életben van, nem szabad kimozdulniuk. Most bocsánat, hogy ezt lovagolom meg, de hát borzasztó, hogy mi történt már kétszer is, de nem is mozdult ki egyik csapat sem. Ez a csapat amúgy a TSM nyerte. Mármint abból az, abban az esetben, hogyha, vagy abból kiindulva, hogy ők náluk még benn vannak a gyógyítások, benn van a pajzs, benn vannak a villanások, míg a másik oldalról ez nem elmondható. Na Hauncer! Na Hauncer nem tudja visszalopni, de ugye nincs Elira, nem volt sújtás sem. Febiben hozta el végül is a baron Nashort. Szóló ott maradt, gyönyörű szép a kábítás, és erről beszéltünk, hogy azért van sebzés Bjergzenben. De hát egy Szóló a baron Nashorért. Három emberes, így is a baron. Így is van, ez nyilvánvalóan eléggé megérte a Clutch Gamingnek. Na lássuk is ezt az előző harcot. Hát Mike Young most éppenséggel Hakuot találta meg a kezdeményezése, viszont Mitinek a beugrása az fantasztikus volt. Mindenkinek fejvesztve kellett menekülnie, amivel csak tudott. Mike Young utána beragadt, illetve majdnem Miti is, de ő még túl tudta élni egy picik életen. És valóban nem kevés idéző képességet kellett beáldoznia a Clutch Gamingnek ezért, míg a TSM-nél majdnem minden elérhető Miti villanásától eltekintve, utána pedig egy hát majdnem ingyenes baronnal sorszólónak azért az életét kellett áldozni érte. Hoppá! És most kéne menni előre bizony, TSM-mel is kezdi a csatát, Hakuhóra ugranak be, Miti menne föl, és el is tudja sábítani Hakuhót, aki ugyan még egy Gletscher szakadékkal próbálja menteni a helyzetet, de Lira időközben felé lett, ő azért még tud tankolni. Aha. Apollóra pedig jó volt a kezdeményezés, így neki kell visszavonulnia, miközben megpróbálja a Minion hullámot azért egy picit takarítani végső képességével. Ember előnyös szituáció folyamatosan a TSM-nél. Szólóra nagyon szépen kezdeményez Bjergzen, ki is jön a Sterak. Ennyi volt a védelem Szólón. Dől a torony, így már nem csak egy inhibitorral, illetve kettő darab inhibitort védő toronnyal van beljebb a TSM. Azért a piszkálódás az ott van rendesen a Clutch Gamingnél, mind Apollo, mind pedig Febivel. Illetve, hogyha egy hordó betalál, akkor azért Szóló bődületesen nagy sebzést tud kiosztani. De erről az inhibitorról most le kell mondani a TSM gárdájának. Hát ez a Baron Powerplay valószínűleg eléggé mínuszos lesz. Hát, vagyis hát jelen pillanatban az, igen, igen, másfél persze perc alatt nem kezd és hoz el tornyokat, meg gyilkosságokat a Clutch Gaming, akkor bizony ez lehetséges. Hauncer fut ki az ösvényre, így a kettes szintű tornyát szeretné védeni, és ez még meg is lesz. Aha. Középre pedig összpontosít a Clutch Gaming, ez muszáj nekik, ugyanis ott nincsen inhibitor, tehát az érkező Super Minionokat valahol meg kell állítani. Egyelőre Szóló embert nem talál a robbantásokkal, eddig örül hát a TSM. Ez ennek is elég jó kis kritikus sebzése hát van. Nézd meg.
Livius pedig éppen azért imádkozik, bár ezt nem látjátok, hogy még körülbelül egy olyan 50-60 percig tartson ez a mérkőzés. Nagyon tetszik ez a számára. Olyan, tudom, olyan nagyok már a halottként töltött idők, hogyha... Az a baj, hogy a TSM megölte eddig a tankokat, de akkor sem mehetett tovább, mert annyi sebzés van Szólóba, Apollóba, illetve Febiben hármasába, hogy nem nagyon lehet tovább menni. Tehát lehet, hogy nem a tankokat kéne kinyírni, hanem a carry-ket. Na, de viszont a tankok viszont nagyon jól tartják az első sort. Haku állandóan testével védi az egész csapatot, és a TSM-nek mindent be kell áldozni. Most ez jó Szólóra. Itt van a kezdeményezés, amiről beszéltünk. Iszonyat sok pajzsot kap Szóló, és Hakuho megint menti az életét, be fog ragadni méghozzá Mike Young, megvan a gyilkosság, Hauncer még most jöhetne be, maximális életerőről lerobbantja Febiben, méghozzá Svent, és ott lehet a következő két emberes a falhoz vágás Hauncertől, de menekülnie kell, kijön még a netazított király kardja is, Hauncer bizony meghal, egyedül Miti, aki él. Szóló pedig őt tudná lekergetni, és bármennyire is jól kezd a TSM, most a Clash Gaming van partiban, az ász pedig megtörtént, teleporttal az alsó ösvényre megy Szóló, és tolják bizony az alsó ösvényen, valószínűleg egy inhibitort meg tudnak szerezni, talán még a Nexus védő tornyokra is ráfordulhatnak, hát amennyiben gyorsak, 30 másodperc Mike Young érkezéseig mondjuk utána... Mondjuk nem él, ha ő élne, akkor ez... Tuti biztos, hogy mérkőzést jelentene a Clutch Gaming csapatának, így valóban lehet, hogy csak egy inhibitor tudnak ebből elhozni. A kezdeményezés Szólóra Mike Young fog csak éledni, Sven még 15 másodperc, is. Megjöttek a minionok, Szóló itt van, és még mivel megjöttek a minionok, így már gyorsan lehet dönteni a tornyokat, ott van az a hegysárkány, ott van Hakura a kezdeményezés, de visszahúzzák Mike Youngot. És a Clutch Gaming egy iszonyat nagy harcban, egy iszonyat szenvedős, izzadós mérkőzésen fordít úgy a TSM ellen, hogy a TSM egy idő után, mint hogyha megakadt vagy megragadt volna annál, hogy próbáljuk valahogy egy csapatharcot nyerni, csak nem feltétlen a Lira-Hakuho páros volt az, aki a legtöbb sebzést kellett volna, hogy kapja. Én most nagyon szívesen megnézném Hakuhúnak azon statisztikáját, hogy ő mennyi sebzést fogott fel. Hihetetlen sok. Na hát azon kívül, hogy az átok továbbra is életben van, úgy tűnik. Azért a végén Szólóra kezdeményezett a TSM Garda, de egyszerűen nem tudták megölni, annyi pajzsot kapott. Hát nagyon a Sterák kapott egy Solarit, nem tudom én, hogy még mi az istennyi lát kapott, de mindent megkapott, ami csak létezett a Clutch Gaming oldalán. Ha őt ott meg tudták volna ölni, akkor viszont az egész csapatharc, az övék, illetve a mérkőzést is be tudta volna fejezni a TSM gárdája, de hát a volna nem játszik ebben a sportban sem, és a Clutch Gaming gyönyörűen jött vissza. Azért én azt mondom, hogy Apollo MVP, hogy be tudta lopni azt a Baron Nashort, mert ha azt nem tudja belopni onnan, viszont lehet, hogy a mérkőzésig tudott volna menni. Így van. TSM. Itt azért nagyon sok minden kellett ahhoz, hogy a Clutch Gamingnek összejöjjön ez a győzelem. Kellett az, hogy igenis Apollo lopjon sárkányt, lopjon Baront. Igenis kellett az, hogy megjöjjön a sebzést a játék késői szakaszához Gangplanknek, Ezreal-nek, illetve még a Korkinak is, a vége fele már azért nagyon komoly fájdalma volt. Nagyon jók voltak abban, hogy megállítsák az előrenyomulását a TSM-nek, tehát az ösvénytakarítás, illetve a védekezés ilyen szinten tökéletesen működött. Tehát a kompozíció szerintem úgy ért be a Clutch Gamingnél, hogy a TSM bármennyire is jól kezdett, nekik már lassacskán be kellett volna fejezni ezt a mérkőzést, még bőven idő előtt. Mert ők kezdtek jól, ők mentek nagyon jól a tornyokra. Ilyet a sebzés fölényük bőven megvolt ott a játék középső szakaszában, de egyszerűen mégse tudták kihasználni ezt. Ugyanis mindig csak mindig egy tangot tudtak kvázi megölni. Vagy meghalt Lira, vagy meghalt Hakuho, és onnantól kezdve nem értek be jó formán a Clutch Gamingnek a sorai mögé. Nem tudok szóhoz jutni. Hát, mit gondolsz? Akkor ne is mi jussunk szóhoz, hanem Szóló, hallgassuk meg az ő interjúját.